Kaposváron vizionáltunk egy ilyen összsomogyi vízilabda klubot, és ennek nyilván az egyik helyszíne az Marcali lenne, tehát itt egy gyönyörű 50 méteres medence van, ami az év 6-7 hónapjában nincsen kihasználva. Erre próbálunk meg egy kormányzati program keretében ugye sátor, fix vázas sátorfedést megszerzésében segítkezni, és hogyha ez létrejön, akkor nagyon szeretnénk itt is komoly vízilabdát oktatni. Ugye nem csak a Marcali, hanem az egész kistérség lakosaiból is felmenő rendszerben lehetne úgy gondolom a gyerekeket oktatni akár 8-9 éves kortól, ugye úszásra és vízilabdára, és nyilván ugye a legtehetségesebbeket, azokat ilyen 13-14 éves kortól, tehát jellemzően iskolaváltáskor szeretnénk majd elszipkázni Kaposvárra. Bogláron már ez működik, Nagyatádon is folynak a tárgyalások, abszolút hasonlóképpen, ez lenne a harmadik nem kaposvári pillanat, az egyesületnek, az, hogy klubnak, bocsánat, és én úgy gondolom, hogy akkor egy országosan példaértékű, hát hogy is mondjam, egy somogyi vízlabda polip jöhetne létre fantasztikus szatellit egyesületekkel. Én úgy gondolom, hogy ez a környezet, ami itt van, a Nagyatádi is hasonlóan szép, egyszerűen üvölt azért, hogy meg legyen töltve élettel, meg legyen töltve gyerekekkel, labdával, sípszóval, úgyhogy szeretnénk ezt a víziót beteljesíteni. A Somogyi megyeszékhelyen komoly műhely munka folyik a vízesportok területén, az úszás és a vízilabda kiemelt figyelmet kap. Új tehetséggondozó központot alakítanak ki, melyhez 3 somogyi város is csatlakozni fog. Balatonboglár, Nagyatád mellett Marcali is. Igen, ez nagyon nagy lehetőség a vízilabdának a fejlesztése, hogy Marcalira gondolt, és gyakorlatilag beveszít a térségnek a köreibe, és ezáltal lehetőség nyílna arra, hogyha egy sátrat húznának az 50 méteresre, akkor gyakorlatilag valamennyi vízisportot kedvelő gyerek, tehát télen is edzhetne. Hát ezen kívül mi 2 éve már beléptünk a vízilabda szövetségbe, reméltük arra, hogy egyszer eljön ez az idő, ez a várva várt idő, és úgy gondolom, hogy ebből most mindenképpen lesz is valami. Gyakorlatilag az egyesület keretében közel 100 gyerek van, ebből olyan 30-40, aki versenyzik, egy némely közülök elég szép sikerrel. Az egész éves edzések bonyolításához szükségszerű a technikai feltételek biztosítása is. A már meglévő 50 méteres medencék befedésével folyamatos lehet a fürdő kihasználtsága, nem csak a pihenni vágyók, de a sportolók számára is. Évek óta azt tervezzük, hogy hogyan lehetne a vízesportoknak a profilját szélesíteni, illetve a megfelelő finanszírozást megtalálni. Úgyhogy amikor Széchenyi Zoltán felhívott, akkor az ember nem tehetett más, mint a találkozó igent mondani. Én azt gondolom, hogy ennek komoly alapjai vannak, komoly központi tervek vannak, kidolgozó struktúrája van, és ugye, hát ha egyszerűen mondom, ők nem akarnak mást, mint a vízilabdának megfelelő utánpótlás bázist kialakítani. Ebből a szempontból szerencsés Marcali, mert van egy megfelelő 50 méteres uszodája, illetve 25-ös is, ahol az edzéseket lehetne csinálni. A feladat annyi lenne, hogy ezt 12 hónapossá, tehát téli-nyárivá kellene alakítani, és megvannak a technikai megoldások. Tulajdonképpen, ha minden igaz, még talán pályázati források is lesznek, és amennyiben igen, azok, ha jól finanszírozottak, akkor minimális önrészsel a város szempontjából jelentős előrelépést lehetne tenni, és belekerülnénk, én úgy gondolom, hogy a vízilabda A osztályos utánpótlás keretébe, ami már mindenképpen egyrészt vonzó a gyermekeknek, másrészt finanszírozható is lenne. Hát mindenféle meghatározó nyilvánvalóan, azért annyit ne szaladjunk előre, hogy a pályázatok nincsenek kiírva, világosan még nem látjuk. Egyelőre majd a szándék nyilatkozata lesz szükség az államtitkárság felé, tehát egy elvi döntést kell hozni, hogy mi ezt vállaljuk és majd támogatjuk. A következő lépés lesz a valódi megvalósítás,
Én azt gondolom, hogy akkor terhet nem fog jelenteni a városnak a fenntartás, ugye a termálvizes medencéknél a fűtés az igazából nem jelent gondot télen sem, tehát nincs pluszköltség. Én azt hiszem, hogy ez működni fog. Arról nem beszélve, hogy ez központi sporttámogatási pénzek is akkor áramlanak ide, illetve hát a szponzorációt is nyilván egy új sportág érdekében is ki kell fejteni. Ugye hát nyilván konkurencia a kézilabda és a labdarúgás, de én azt hiszem, hogy a vízisport, illetve konkrétan a vízilabda Magyarországon az sikersportág. Én abba bízom, hogy a gyerekek érdeklődéssel fognak e felé fordulni, tehát meg lesz a megfelelő bázis, biztos vagyok benne, hogy ez működőképes lesz. Én természetesen a frakciót is tájékoztatni fogom, polgármestert is tájékoztatni fogom erről, és nyilvánvaló, hogy erről képviselőtesteti döntést kell majd hozni a szándéknyilatkozatról is. Hát ez gondolom ebben a hónapban majd napirendre kerül. Én nem tudom elképzelni, hogy ez ne lenne a szándék meg, ne lenne pozitív és ne lenne végrehajtható. A konkrét döntés megszületése után ismét beszámolunk majd a fejleményekről.